A rendkívüli ülés összehívását Balassa Péter jobbikos képviselő kezdeményezte azzal a céllal, hogy jobban vonják be a városlakókat a döntésekbe. Ennek érdekében azt javasolta, hogy a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát csökkentsék 10 000-ről 7 000-re. A kormánypárti oldal szerint erre nincs szükség, mivel a jelenlegi fórumok is elegendő lehetőséget kínálnak arra, hogy megoldják a lakosság részéről felmerülő problémákat. Az ülésen jelen volt Hende Csaba országgyűlési képviselő is, aki szerint olyan esetekben lehet helye a népszavazásnak, amikor a közgyűlés nem a polgárok érdekei szerint dönt, ám Szombathelyen nincsenek ilyen ügyek, véli. Ez a kezdeményezés nem több, mint politikai kommunikáció, amely az ellenzék látszategységét kívánja demonstrálni. Nemény András, az Éljen Szombathely frakció vezetője elmondta, hogy ők támogatják a kezdeményezést, mivel ez lehetőséget kínál arra, hogy a szombathelyieket minél szélesebb körben bevonják a város ügyeinek intézésébe. A közgyűlés többségi szavazással támogatta Balassa Péter javaslatát azzal, hogy a szeptemberi közgyűlésen ennek megfelelően módosítják a helyi népszavazásról szóló rendeletet. Kreált konfliktusnak nevezte Puskás Tivadar azt, ami a Szavária Karnevál jubileumára készített darab előadása körül alakult ki. Letiltásról szó sem volt, a főszervezővel közösen azonban úgy gondolták, ez nem illik bele sem a nyitó, sem a záró ünnepség programjába, mondta a polgármester. Így a darabot végül a Karnevál Színházban láthatták az érdeklődők. A képviselők megismerkedhettek annak a kiadványnak az anyagával, amely összegzi az elmúlt 9 év eredményeit. A közgyűlés úgy döntött, hogy ennek nyomtatott változatát a választások után juttatják majd el a város lakóihoz. A közgyűlés jóváhagyta a Haladás labdarúgó Kft. Rendkívüli támogatásáról szóló szerződés tervezetét. A képviselők egyetértettek azzal, hogy a város pályázzon támogatásra az új bölcsőde építéséhez, és megszavazták azt is, hogy az önkormányzat igényeljen központi forrást a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez.